Márk evangéliuma, második rész. Jézus meggyógyítja a bénát. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. De mivel a sokaság miatt nem vihették őt hozzá, megbontották a tetőt ott, ahol ő volt, és a résen át leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsátattak a te bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Isten káromolja. Kibocsáthat meg bűnöket az egy kívül. Jézus lelkében azonnal felismerte, hogy így tanakodnak magukban és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben? Melyik a könnyebb? Azt mondani a bénának, hogy megbocsáttattak a te bűneid? Vagy azt mondani, kelj fel, vedd az ágyadat és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szemeláttára, úgyhogy úgy, hogy ámulatba estek mind, dicsőítették Istent, és ezt mondták, ilyet még soha sem láttunk. Jézus elhívja Lévit, azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig oda ment hozzá, és tanította őket. Amikor továbbment, meglátta Lévit, Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá kövess engem. Az pedig felkelt és követte őt. És történt, hogy mikor Lévi házában, az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és a tanítványai mellé, mivel sokan voltak és követték őt. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, így szóltak a tanítványainak. Miért eszik együtt a vámszedőkkel és bűnösökkel? Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt hozzájuk: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Jézus tanítása a bőtről. János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek Jézushoz, és megkérdezték tőle: Miért bőtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványait pedig miért nem bőtölnek? Jézus ezt mondta nekik. Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. Senki sem var foltott új posztóból régi ruhára, mert a toldás tovább szakítja, az újja régit, és még nagyobb lesz a szakadás és senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert szétrepeszti a bora tömlőt, és tönkre megy a bor is, a tömlő is, hanem az új bor új tömlőbe való. Kalásztépés szombaton És történt, hogy Jézus szombaton Gabona földeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá. Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Ő ezt kérdezte tőlük. Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, és megéhezett ő is, meg azok is, akik vele voltak? Miként ment be az Isten házába ebjátár főpap idején, és hogyan ette meg a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak, és azoknak is adott, akik vele voltak? Majd hozzátette Jézus. A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Tehát az ember fia, Ura a szombatnak is.